A Savaria barokk zenekar a 17.-18. századi zenei ritkaságok újra felfedezésére vállalkozott, mi pedig arra, hogy bemutassuk kicsit a munkásságukat, méghozzá Németh Pál fuvola művész karmester segítségével, aki az együttes alapítója. Nagyon sok szeretettel köszöntjük itt a stúdióban. Jó estét kívánunk! Azt hirdetik ugye, hogy korhű hangszereken játszanak. Ezek mennyire pontos másolatok? Vannak eredeti hangszereink is, és aztán a többi az meg pontos másolat. Vannak kiváló hangszerészek, akik a régi Stradivari és hasonló kvalitású nagyszerű hegedüket, brácsákat, csellókat újra gyártják, de azoknak megvan a méretezése, minden gyönyörű rajza, úgyhogy az alapján készítenek, és azok nagyon jó hangszerek, amiket most készítenek. Ráadásul ugye a úgynevezett régi hangszerek régen azok is újak voltak. Uh-huh. Engem igazából az érdekelne, hogy a zenekar létrejöttének mi a küldetése? Mert hogy ugye egy nagyon populáris világban élünk, ugye szimfonikus zenekarok is inkább sokszor a könnyű felé mennek azért, hogy közönségbarát hangzásuk legyen. Mennyire tudják ezt átadni az embereknek? Ez az egész ilyen nagy nemzetközi irányzat, hogy a régebbi korok zenéit úgy megszólaltatni, ahogyan megszólalhattak ezek régen. Ez nem csak a hangszerek kellenek, hanem rengeteget kell tanulni, mint a jó papnak holtig tanulnunk kell. Régi írásokat, könyveket, sokszor szekáltak engem a barátaim, hogy olvashatatlan könyveket olvasnunk, mert tehát ilyen régi gótbetűs, végtelen hosszú mondatokból álló szakkönyveket kell megtanulnunk, és kellett. És aztán ezt megmutatni az embereknek. Nekem az a hitvallásom, hogy mindig úgy kell muzsikálni, hogy ez most születik. Ebben a pillanatban. Nem baj, hogy 300 évvel ezelőtt valaki már leírta, de ez most születik. Tulajdonképpen ilyen szempontból a jazz az egyetlen igazán mai, ma születő műfaj, meg minden más azért reprodukál régebbi koroknak a művészetét. Tehát, hogyha Bartókot játszunk, az is már régi, 100 éves. Úgyhogy, és amiket mi játszunk, az a 17.-18. század, leginkább barokk, és azért is vagyunk most itt. Mennyire nehéz kottákat szerezni? Mert azt én hallottam néha-néha, hogy egy-egy zenekarnál azért a kották beszerzése, vagy esetleg interpretálás, hogy az adott zenekar összetételéhez nehézségekbe ütközik. Azért önöknél fellelhetőek a kották? Vagy mennyire használhatók ez maiként, vagy mennyire kell belenyúlni a kottába? Szorgalom kell hozzá, és utána olvasni, és például egyszer szinte véletlenül találtam egy olyan gyönyörű darabot, aminek az a cím, hogy Szent István Magyarország első királya. A zene szerzője Antonio Caldara, aki olasz, de Bécsben élt, és ezt a kottát pedig Mainzban sikerült megtalálni ennek a kéziratát, az ottani érseki könyvtárban. Akkor oda írtam, elküldték mikrofilmen, és aztán én megtanultam géppel írni kottát, most már jó pár éve, azért, hogy olvashatóbbak legyenek, mert ezek a régi kották, ezek sokszor nehezen olvashatók, hát nagyon bele kell ásni magát valaki, aki erre vetemedik, hogy olyanból játszik. Úgyhogy amiket aztán én játszom, vagy én írom meg le a kottákat, amikből mi játszunk, a régi kottákban nagyon sok sajtóhiba van, mondjuk 40 abból, kijavítok 35-öt, és beírok 10 újat. És aztán akkor a kollégáknak is van dolga. Említette a barátai szerint olvashatatlan könyveket. Én arra volnék kíváncsi, hogy az együttesnek a megalapítása, hát mondjuk milyen, mekkora kutatómunka előzte meg? Akkor még Szombathelyen éltem, azért is Savaria ez a név elkísér, és akkor hallgattam már rádióban, meg hanglemez felvételeken ennek az irányzatnak a jeles képviselőinek a felvételeit, koncertjeit, meg élőben is, és hát onnan nem volt messze azért Ausztria, tehát ott is sikerült jó pár ismeretségre szert tenni. Úgyhogy ennek a mozgatórugója az teljesen művészi volt. Ez nagyon rég volt egyébként, amikor ezt elkezdtem, ez a 70-es évek, amikor még a jelenlevők nem éltek. Én már akkor nagyfiú voltam, és szimfonikus zenekarban játszottam, és aztán akkor ezzel elkezdtem foglalkozni.
eszembe se jutott soha, hogy ebből karrier lesz, de nagyon jó mozgatott, hogy nagyon érdekelt szakmailag. És ezt sikerült mai napig megőrizni. És aztán közben jött egy csomó minden, amire nem számítottam, de hát mondjuk körülbelül, hogy nagyképű legyek, körülbelül 150 CD felvételt sikerült csinálnom az évtizedek során, meg bejárni a földkerekségnek nagy részét, és ebben nagyon jól érzem magam. De jó. Legutóbb ugye Egerben a Minorita templomban adtak koncertet. Hogy fogadta a közönség ezt a fajta hangzást? Milyenek voltak a visszajelzések? Ugye mi már nagyon régóta ide visszajárunk Egerben, nekem a második, sőt harmadik városon, mert amúgy én Budapesten élek, de hogy nagyon szeretik az emberek, az a tapasztalatunk. A Minorita templom zsufolásig tele volt, hátul legalább 50 ember állt. Egy messiást végigállták, és nem mentek haza, úgyhogy, és utána nagy örömmel gratuláltak. Kik működtek közre egyébként a koncerten? Énekes szólisták, akik állandó szólistáink, köztük egyet említek meg, Bakos Kornélia, aki egri születésű, de a többiek is állandó szólistáink. Nagyon sokszor együttműködünk a Debreceni Kodály kórussal, úgyhogy ezt úgy beszéltük meg, hogy félúton találkoztunk itt Egerben, előadtuk a messiást, és akkor mindenki hazament. Egyébként mekkora merítés van zeneművekből, ebből a korszakból? Végtelen. Végtelen. Egyszerűen végtelen. Például most a nemrégiben sikerült jóba keverednem, Bodajk az egy kis falu, Székesfehérvártól nem messze, és ott van egy kiváló plébános fiatalember, gyerekem lehetne, és nagyon jóba keveredtünk, 14 falu tartozik hozzájuk, amit ők hárman látnak el, tehát fantasztikusokat kell működniük, és ott az orgona mögött egy kis szobában, egy szekrényben sikerült felfedezni egy kottatárat, ami a 18. század második felében állt össze. Mert akkor kapucinusok voltak ott, és nagyszerű zenei életet produkáltak, azt a őket feloszlatták, ugye a II. József rendelet elé, és akkor ők elmentek onnan, és nem jöttek oda mások, tehát az egy zárvány, és egy fantasztikus érték, és abban én lubickolok, és most készítünk majd egy lemezfelvételt belőle, már több koncertünk is volt, úgyhogy ez egy nagy kincs. Ilyenkor így azért remegve nyúl az ember ezekhez az értékekhez, nem hát, találkozik először vele. Először igen, csak azért a 6000. kottához már nem jó, lehet, mert akkor összetépném. Úgyhogy azért úgy tudni kell, vigyázni kell rájuk. Világos. Számos kiadvány fűződik a nevéhez. Esetleg tervez mostanában újat kiadni? Most hangfelvételre gondol? Hát akár hangfelvételre. Mert ugye, amit az előbb említettem, az a Bodajki gyűjteményből egy válogatás, ezt júniusban készítjük el, aztán akkor egy egész más lesz a kis kacsintás a könnyebb műfaj felé, a Keringő születése címmel fogunk egy CD felvételt készíteni, úgyhogy mindig tele vagyunk tervekkel. És legközelebb az egri közönség mikor találkozhat önökkel? Mi minden évben, most már 10 éve barokk fesztivált rendezünk, aminek én vagyok a vezetője és az Éczesz Gébere. Idén Alla Turca a mottónk, ami egy olasz szó, és azt jelenti, hogy török módra, hát Eger és az egri csillagok miatt ez aztán természetesen kézzelfogható. Úgyhogy június 30 és július 2 között Eger és környékén lesznek itt a rendezvényeink. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, egy kicsit beszélgethettünk, és további sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.